Mint hírok. Ezeket csak kicsit jobban lágy, csak sokkal lágyabbra kell. Jó? Oké? Jó? Nézzük akkor az első részt. Jó, fújjunk még egy hanguló hangot, Bálint. Még mindig az. Döge Csaba élete a zene körül forog. A Gyulai Zeneiskola részfúvós tanáraként és a Körösparti Vasutas Koncert fúvózenekar szakmai vezetőjeként is tevékenykedő zenész pályájáról és a zenéhez fűződő viszonyáról kérdeztük a zeneiskolai tantermében. Hát a legfiatalabb növendékem az általános iskolás osztályos, ugye ők 8 évesek, és ugye a zeneiskolában a legidősebb az a 18 éves, tehát ugye, mert ugye addig támogatja a magyar állam a zenei tanulmányokat, de viszont egy nagyon érdekes dolog van, mert 3,5 évvel ezelőtt történt, hogy az egyik növendékemnek az anyukája megkeresett, hogy az ő apukája szeretne megtanulni fúrjázni. Hát az ő apukája akkor volt 70 éves, és igent mondtam erre a válaszra, gondolva azt, hogy a felnőttek, ha elkezdenek valamit, ugye hivatkozva arra, hogy nincs szabadidejük, meg nem érnek rá, meg mindenféle más egyéb elfoglaltságuk van, mondom, úgyis hamarabban hagyják. Hát ez nem így történt, úgyhogy 3,5 éve járnak hozzám, és időközben bekapcsolódott a Laci bácsinak a felesége is, és 3,5 éve minden héten készülnek rendszeresen az órára, és ők is játszottak a múlt heti hangversenyen. Akkor minden korosztály. Minden korosztály. Az ember nem ismer határokat. És azóta így nincs más, aki így... Nincsen. Megmondhatom, időm se lenne. Tehát egyszerűen időm se lenne. Ez is nagyon-nagyon sok így is. Ugye a zenekarokba játszani, tanítani, iskolába járni, készülni a vizsgákra. Úgyhogy minden percem le van kötve. Hát elhivatottja vagyok a tanításnak, nagyon szeretek tanítani. Igazából minden egyes része a zenének mást ad. Ugye más az, amikor az ember tanít és hallja azt, hogy visszajön a gyerekektől az, amit elgondolt a zenéről. Más játszani zenekarokban, mindenhol más, és más, amikor az ember karmester. Talán azt nem is lehet így mondani, hogy legfelelősségteljesebb, de mert most már úgy gondolom, hogy 20 év tanítás után érzem azt, szoktam mondani a kollégának, egyre jobban érzem, hogy nagyon nagy felelősség van rajtunk tanárokon, hiszen a jövő nemzedékét neveljük föl, és adjuk kezükbe a muzsikát, ami hát az én életemben talán az egyik legfontosabb és nagyon meghatározó a zene. Hiszen zene nélkül lehet érni, de nem érdemes, szoktam mondani a nagy filozófus. És mi az, amit szeretne, hogy így a tanítványai tovább vigyenek öntől esetleg? A zene szeretet. Ez a legfontosabb, hogy szeressék a zenét, hiszen aki zenét tanul, más ember lesz, szokták mondani. Ez valójában így van, mert van rá ez is példa, hogy az általános iskolába járó gyerekekre, hogy az ott tanító tanárok, hogy ilyen rossz, meg olyan rossz, és egyszerűen olyan hihetetlen, én meg nem tudok róluk semmi rosszat elmondani. Az is más, hogy az a mi helyzetünk a zeneiskolában, a tanító tanároknak a helyzete sokkal különlegesebb, hiszen egyéni a tanrendben tanítjuk a gyerekeket, tehát egyszerre csak egy gyerek van nálunk, nem pedig 30, és ugye javarészt azok a gyerekek járnak ide, akik választják a zenét. Tehát, hogy nekünk sokkal könnyebb, úgy gondolom, könnyebb, vagy nem is az, hogy könnyebb, más a helyzetünk, mint az általánoskolában tanító tanároknak. És hogy a célom az, hogy szeressék a zenét, semmi más. Szeressék, és ameddig csak tudják, műveljék. Mert ezt nem életük végéig tudják csinálni. A zenész pályafutása kezdeteiről is mesélt, valamint arról, hogyan kezdett érdeklődni a zene iránt, és mi vezette rá arra, hogy hivatásának válassza a fiatal generációk oktatását. Én már egyből a harsonával kezdtem, akkor még nem volt szerintem így lehetőség a furán elkezdeni, mert meg ötödikes is voltam. Tehát a ötödikes gyerek az már fizikálisan elbírja ezeket a hangszereket, de viszont aki hamarabb elkezdi a zenei tanulmányait, akár már óvodás korába, akkor ezeket a hangszereket nem tudjuk még neki odaadni, mert fizikálisan nem bírja. Viszont itt van a fúrója,
ami úgy gondolom, hogy egyre jobban a reneszánszát éli, és ezzel a hangszerrel szoktuk elkezdeni. Jelenleg a nagyon kedves kis növendékem, aki itt van mellettem, ő is idén szeptemberben kezdett el furuján játszani. Ő jelenleg az Implom általános iskolában második osztályos tanuló, és nagyon szorgalmas, kitartó és nagyon tehetséges kislány. Múlt héten volt nekünk egy nagyon szép kis hangversenyünk, ott játszott rajta többek között ugye az Anna is, méghozzá két dalt, ha jól emlékszem, akkor az egyik a magyar tánc volt, ugye egy 18. talán 18. századi magyar tánc, és egy nagyon szép magyar népdal. A láttál-e már valaha? Nem, az Árkot ugrott a szúnyag. Árkot ugrott a szúnyag. És hogyha akkor ezt eljátszhatjuk? Eljátszod, Anna? Hm? Na, akkor cégény Anna. Melyikkel akarod kezdeni? Az Árkot ugrott. Árkot ugrott a szúnyag. Aha. Jó. Rajta. Jó, és akkor jön a magyar tánc. Önnek már vannak esetleg olyan tanítványai, akiknek így követi a pályafutás? Igen, hála Istennek, hogy nagyon-nagyon sok van már. Szám szerint nem tudom, nem számítom meg össze, talán 8-nál tartunk, akik ezt választották. Van olyan, aki a Katona zenekarban, a Vásárhelyen játszik, ő egy trombitán, de talán akire nagyon-nagyon büszke vagyok, az egy csökmű kisfiú. Ő Budapesten a Dohányi Szimfonikus Zenekarban játszik, azt hiszem, hogy is már állandó. De Békés Csabán van két növendékem, aki jelenleg ugye a Szűz Csabánál tanul és készülnek erre a nagyon-nagyon szép pályára. És akkor így támogatja is ezeket a tanulókat, tehát így bíztatja? Hát mindenféleképp. Szükség van a támogatásra, és figyelemmel kell kísérni őket, hiszen ugye kamaszok is sokszor olyan dolgot tesznek, amit nem kellene. De hála Istennek, hogy nagyon jó velük a kapcsolaton, mondhatni, heti rendszeresen találkozunk, és hogyha van valami esetleg megoldandó feladat vagy probléma, akkor ezt közösen megpróbáljuk együtt megoldani, hogy hogyan tovább. Döge Csaba zenetanárként tisztában van vele, hogy az oktatóknak mekkora szerepük lehet a gyermekek hangszerekhez fűződő viszonyában. A zeneiskolában szorosan együttműködik tanárkollégáival, akik elismeréssel beszélnek róla. Részemről, tehát öröm. Tehát a szeretet, az öröm, a tisztelet, az alázat egymást felé és elsősorban a zene felé, az megvan. Szoktak lenni így fellépések is, amikor közösen? Igen, igen. Hát fél éven, tehát elég gyakran, tehát nagyon sok versenyen is részt vettünk együtt. Úgyhogy szerintem remélem és reméljük, hogy minél tovább fog működni ez. Úgyhogy ők a fúvósok, a kedvenceim. A zongora után. A zongora után. Mindenki a legjobbat kihozza magából, hát a tanárbács is kihozza szerintem a legjobbat belőlük, és hát az eredmények azok mutatják, hogy az iskola mellett is remek zenészek. Zidi? 8. éve járok a zeneiskolába, jelenleg harsonán játszok, és hát az elmúlt pár évben nagyon szerettem ide járni, és hát a életem része lett a zenélés. És kezdettől Csaba tanár úr tanít? Igen, kezdettől Csaba tanár úr tanít. Először furuljáztam 3 évet, aztán tenorkürtön játszottam 5 évet, és most kezdtem el a harsonát, szóval hát most igazából a 9. év, amit játszok.
úgy 7 éve kezdtem el a zenés pályámat, úgymond. Elsős korom óta már ezzel foglalkozom. Nagyon megérintette a szívemet, hogy elkezdtem járni, és sokat köszönhetek ezzel a programmal. És téged is kezdetektől tanár úr tanult? Igen, kezdetekben furuját tanultam, és most eddig tanulkörtel foglalkozok. Nyolc, kilenc éve tanulok nála, tehát már eléggé, úgymond bensőséges a kapcsolatunk. És így a próbákon kívül is tartjátok a kapcsolatot, vagy így lehet rá számítani? A próbákon kívül, amikor például különböző fellépések vannak, nyáron régebben például sokszor mentünk táborokba, tehát szánt ránk sok időt a szabadidejéből is, ugye. Hát mostanság nekem már az időm kevésbé engedi, illetve neki is ugye a zenekarjai, a tanulmányai, úgyhogy már kevésbé tudunk egymásra időt fordítani, de régebben jobban megvolt ez. És milyennek látod így a tanítási stílusát? Hogy türelmes, vagy azért szigorúbb? Nekem nagyon tetszik a tanítási stílusa is. Szigorú, mégis barátságos, és az ember nem érzi magát rosszul annyira, mert nem olyan megalázóan csinálja, hogyha mondjuk ugye valamit nem tanulunk meg, vagy ilyesmi. Illetve figyelembe veszi azt is, hogy nekünk még milyen más elfoglaltságaink vannak. Az a tapasztalat, mint ahogy a gyerekeket megkérdezve, hogy az, aki nálam elkezdi, hogy a általános iskolába, alsó tagozatba, az, ha csak egy mód van, akkor 18 éves koráig ide jár hozzám, hiszen addig támogatja az állam a tanulását, és akkor mondtam, hogy a furjával kezdjük, utána tenorkürtön szoktam őket megtanítani, és aki már ügyes tenorkürtös, akkor itt a kollégám, Bogdán Gábor tanár úrnak is van egy nagyon jó zenekara, és a gyerekek mennek fúvózenekarra, és az ügyesebb tenorosokat pedig szoktam rábeszélni, nem rábeszélni, hanem mint lehetőség felajánlani, hogy ha van kedvetek, akkor mint harmadik hangszerként, akkor a harsonát is elkezdjük, hiszen a harsona a fúvós hangszerek közül technikailag az egyik legnehezebb, hiszen nincsenek rajta fix pontok. Tehát itt nagyon fontos az ügyesség, a jobb kéznek az ügyessége, és nagyon-nagyon jó fül kell hozzá. Mert mondom, hogy nincsenek rajta fix pontok. A zenész pályája rendkívül szerte ágazó, hiszen a tanítás mellett karmesterként is tevékenykedik. Ezen a területen idén december elején komoly sikert is elért, hiszen kiemelt pontszámmal első helyen végzett a Szegeden megrendezett nemzetközi fúvó karmesteri versenyen. A tanárúrral az itt szerzett élményeiről is beszélgettünk. Ez a Wozbi által megrendezésre került verseny. Ez a Wozbi az egy nemzetközi fúvózenekari szövetség, melynek az kelet-európai régiója az Makon van. Dr. Csikota József, ő az elnöke, és egyben ő a tanárom Szegeden, ugyanis Szegedre járok most egyetemre fúvózenekari karmester szak kiegészítő szakra, és onnan jött az ötlet, hogy ugye mivel járunk iskolába, ő mondta nekünk, hogy próbáljuk meg, hogy méretessük meg magunkat ezen a versenyen, úgyhogy innen volt az apropója, hogy elinduljunk ezen a versenyen. A harmadik kategóriám indultam, itt voltak a legnehezebb darabok. Itt volt egy amerikai zeneszerző, Alfred Reed, Örmény táncok című darabja,
ami egy közel 10 perces darab, és volt egy magyar zeneszerző Lendvai Kamillónak Fúvó szimfóniájából a negyedik tétel, a Riói Karnevál volt. És akkor úgy történt a verseny, hogy ugye az egyetemnek van egy professzionális zenekara, ugye egy egyetemistánk Balál, és akkor az ember bement, és borítékban volt a két műnek a címe, ki kellett húzni az egyiket, kaptunk 20 percet készülni a zenekarral, és majd utána koncertszeren el kellett adni a 6-tagú nemzetközi zsűri előtt. Tehát a zsűrikből csak annyit szeretnék mondani, hogy 6 zsűri, ugye 6-tagú volt, és a világ minden tájáról. Amerikából érkeztek, volt egy finn, moszkvai zenei egyetemről, egy szerb, nem tudom még, egy szlovén, és ugye magyar volt. Például az első zenei élménye, amire emlékszik? Húha, hát az első zenei élményem, hát ugye visszaemlékszem, azt hiszem ötödikes voltam általános iskolában, amikor elkezdtem a zenét tanulni Kukla Zoltán tanárúrnál, rögtön harsonával kezdtem, és emlékeim szerint egy magyar népdal, arra emlékszem vissza, az volt az egyik hangversenyen az első darab, amit eljátszottam, vagyis legalább erre emlékszem. Hát ez már nagyon-nagyon rég volt, nem is tudom mikor, 20-25, lassan 30 évvel ezelőtt volt. És ez helyileg hol is volt? Szeghalmén vagyok eredetileg, ott kezdtem a zenei pályafutásomat, majd a Szeghalom mellett egy faluba Csökmön dolgoztam nagyon sokáig. Párhuzamosan elkezdtem Gyulán és Sarkadon is dolgozni, és jelenleg most már Gyulán vagyok fővállásban, itt az Erkel Ferenc Zeneiskolában. Ugye 7-es, 8-osak voltunk, amikor eljött a pályaválasztás, és akkor úgy döntöttem, hogy megpróbálom ezt a zenei pályát, hiszen a tanáraim javasolták, hogy van hozzá érzékem, tehetségem, és akkor ennek apropóján, hogy indult a zenei pályafutásom. Szűz Csaba tanárúrnál tanultam, aki én úgy gondolom, hogy az ország egyik legkiváló szakembere, ő a Békés Csabai Zeneművészeti Középiskola harsona tanára, majd utána Szegedre kerültem főiskolára, és a főiskola elvégzése után kerültem ide Gyulára, méghozzá az akkor igazgatónak a megbeszélése, vagyis ő ajánlotta föl nekem ezt a nemes lehetőséget, hogy Erkel Ferenc szülővárosában jöhetek mérészfós hangszereket tanítani. Attól függetlenül, hogy egy harsonás vagyok, tanítunk mindenféle részfós hangszereket, legfőképp ugye tenorkürtöt, tubát, és ugye minden fúvós hangszert tanuló gyermeknek az első hangszere az egy furúja, hiszen azon a legkönnyebb elkezdeni megtanulni a zenei tanulmányokat. Harsona mellett, hogy jött ez a karmesterkedés, ez a tanári pályával együtt, vagy... Ez egy nagyon érdekes helyzet. Csökmön dolgoztam, ott kezdtem el dolgozni, és ugye hát 3-4 év alatt összejött egy 8-10 fős kis csapat. És akkor játszottunk velük egy klasszikus magyar indulót, és akkor azt mondták a kollégáim, az akkori kollégáim, hogy ezt nem lehet csak úgy elkezdeni, hanem ki kell állnom, és akkor segítenem a gyerekeket azzal, hogy a kezemmel lengetem föl és le, és akkor ezzel adom nekik a tempót, meg minden másét, az ott kezdődött. És akkor 19 éven keresztül csináltam ott Csökmön egy fúvózenekart, és magát ezt a vezénylést autodirakta módon tanultam, tehát ezt nem, akkor még nem volt lehetőség az országban ilyet tanulni. Tehát Magyarországon ez nagyon, nagyon új keletű dolog, hogy valaki vezényelni tanul, főleg fúvózenekari karmestert. Úgyhogy, és akkor tavaly
jött egy ilyen kósza ötlet, hogy jó lenne még egy kicsit fejlődni ezen a téren, és akkor néztem utána a felvételéknek, hogy milyen lehetőség van, és akkor láttam, hogy Szegeden indul, hogy fúvózenekari karmester szag, és egyből éltem a lehetőséggel, felvettem a kapcsolatot az ott tanító tanárral, elmondták, hogy mi a felvételi követelmények, fölkészültem rá, és hála Istennek sikeresen átestem a vizsgán, és felvételt nyertem. És emellett még ugye egy Békés Csabai fúvózenekarnak is a karmestere, az mióta és hát egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetésért, hiszen a Békés Csabai koncertfúvózenekar, hát azt kell mondanom, az ország legjobb 10 zenekara közé sorolható, és amikor felvételiztem a Szegedre, felvételi után érkezett egy telefon, hogy engem is jelöltek a fúvózenekarnak az élére, mert hogy az akkori karmester, aki az én tanárom volt, Szűz Csaba, lemondott, és keresik az utódját, és megkérdezték tőlem, hogy elvállalnám-e, hogyha esetleg, és akkor mondtam, hogy minden továbbak nélkül, és így jött az a dolog, hogy tavaly szeptember óta kerültem a zenekar élére, és nagyon nagy szeretettel és a minden odaadással csinálom. És ezzel a zenekarral milyen gyakran vannak fellépések, vagy ismerjen? Hát a fellépések, hát az igazából van éves szinten 2-3 nagyobb volumenű fellépés. Ugye a Csaba Gyöngye Kultúrás Központban, most volt december 10-én az Evangélikus Kistemplomban a Kalandrál együttessel egy óriási nagy koncertünk, és nyilván attól függ, hogy hány felkérés érkezik. Általában éves szinten egy olyan 10-15 fellépésnek tudunk eleget tenni, hiszen a zenekarban 14 évestől 73 éves koráig megtalálható, és ugye a zenekar összetétele az olyan, hogyha egy-két szólam hiányzik, mondjuk ha ütő szólam hiányzik, akkor nem tudunk elmenni, föllépni, mert anélkül nem tudunk dolgozni, hogyha hiányzik a tubasor, akkor nem tudunk, tehát hogy egyre nehezebb és nagyon nehéz ezeket a fellépéseket összehozni, de úgy néz ki, hogy még a mai napig is sikerül. És azt nem nehéz így összeegyeztetni, hogy Gyulán is, meg Békés Csabán is? De nagyon nehéz, de szerintem mindent akarni kell és megy. Mert úgyhogy a próbák csütörtökönként vannak, csütörtökön tanítok itt 5-ig, és utána ülök kocsiba is megyek, és minden csütörtökön 6-8-ig tartjuk a próbát. Tehát akkor ez ilyen, van önben egy ilyen nagy hivatás, tudod, hogy ezt a zenét így népszerűsíteni? És ez meg... így van. És mi a véleménye így manapság, hogy mennyire nyitottak a fiatalok, vagy akár idősebbek az ilyen jellegű zenére? Nagyon érdekes egyébként maga a fúvózenekar, vagy a fúvózene, az régebben ugye az embereknek a tudatában az volt, hogy sörfesztivál. Mára már annyira kinőtte magát a fúvózenekar, a fúvózenekarok olyan repertoárja van, hogy koncerttermeket tudom megtölteni. Tehát klasszikus átiratokat, fúvózenekarra írt műveket, komoly műveket tudunk becsempészni a repertoárba is, és az a tapasztalat, hogy egyre nagyobb az igény magára fúvózenekarra, és egyre nagyobb a hallgatottsága, így a Békés Csabai Körös Parti Vasodos fúvózenekarnak is. Most is 5-600 ember előtt játszottunk. Thank you.